Ezek a pénzérmék a törökkorból valóak, de ez csak az egyik érdekességük. A másik, hogy Sinon-tornyán találta valaki, és teljesítve állampolgári kötelezettségét bejelentette a múzeumnak. Az ásatás eredményeként egy kancsóra bukkantak a régészek, mely 1600 pénzérmét tejtett magába. Tolna megyében 30 éve nem volt pénzlelet, mondja Ódor János Gábor, a Vasiszki-Mór megyei múzeum igazgatója, tehát ebből a szempontból is kiemelkedő jelentőségű a történet. Előkerült néhány érem, és a találó, mivel ismerte a kapcsolódást a múzeumhoz, ezért bejelentette, megkérdezte, hogy ezzel most mit kell csinálni. Természetesen hozzám jutott ez a telefon, én akkor mindjárt mondtam, hogy meg kell háj, ott kell hagyni, és akkor majd másnap mindjárt, mert ez viszonylag késő este volt már, másnap kora reggel akkor jönnek a régészek, és megnézzük, hogy egyáltalán egy régészeti korú jelenség vagy sem. Ez másnap azért bebizonyosodott, sőt az is kiderült, hogy egy oldalára dőlt kis, nem egészen 20 cm-es sárga füles korsó került oda elrejtésre, amelynek a sarka meg volt sérülve, valószínűleg már az elrejtés során is így megrottyant az edény, amiből adódóan néhány érem kikerült belőle, viszont ezt követően sikeresen feltártuk, azt dokumentáltuk, megröngeneztük, amiből kiderült már, hogy az edénynek körülbelül a válláig, tehát a kétharmad részéig tele van éremmel. Az érmek közül több összetapadt, így egyenlőre pontos számot nem lehet mondani. A kincslelet egyaránt magába foglal magyar, osztrák és török pénzeket. Régész tárta föl, tehát alelő körülményeket is sikerült megfigyelni. Az, hogy restaurátor segítségével nagyon apró részleteket sikerült megfigyelni az edény behelyezett pénzeknek a szerkezetéről, tehát hogy hogyan kerültek elhelyezésre az edénybe a pénzek. Szalmadarabok és növényi maradványok maradtak az edénybe, tehát ami valahol azt sejteti, hogy ez valami hirtelen és gyorsan összebeledobált dologról van szó, és úgy került elrejtésre. Mindegyik alátámasztja azt a feltételezést, hogy mint általában a pénzleleteknél, hogy ezek a történetek mögött mindig valami tragédia rejlik, ami nem más legalábbis jelen esetben, mint a török foglalás, tehát ami jelen ismereteink szerint 1542-es az utolsó érem, de hát ez majd még a restaurálás során ez még esetleg változhat, de az érmeknek az összetétele Hunyadi Mátyás 1460-as évektől vert pénzeitől egészen 1542-ig húzódik a sor, tehát II. László, II. Lajos, I. Ferdinándnak az érmei úgy vannak benne. Tehát ez egy hosszabb időn keresztül, 50-60 éven keresztül halmozódó kis pénzlelet vagyonkáról van szó. A lelet legértékesebb darabja az az 5 aranyforint, melyből 2 Hunyadi Mátyás, 3 Szapolyai János pénzverdéjéből való. A legutolsó évszám 1542, így ezt követően valamikor Buda 1541-es elfoglalása és Simontornya 1545-ös eleste környékén kerülhetett a földbe. A lelet tudományos feldolgozása már folyamatban van. Utoljára 1992-ben jutott a múzeumba pénzlelet. Ha jól gondolom, országosan sincs egy évben egynél több pénzlelet, ami múzeumokba kerül, de lehet, hogy 2 évente. A mi múzeumunkba közel 30 év után jutott így, ami, ahogy említettem, azért is még inkább különleges, mert hogy régész által föltárt módon sikerült. És természetesen van információnk a fekete kereskedelemben előforduló és azok ott kézen közön elkerülő pénzekről, pénzleletekről. Sajnos ugye a pénzek azok nagy csáberőt képviselnek, tehát azt nagyon sokszor a találó azt gondolja, hogy ezáltal érdemes meggazdagodni, hogyha ezt a fekete piacon értékesíti, azonban azt tudni kell, hogy minden földben lévő régészeti lelet az állam tulajdonába tartozik, és hát ezáltal, hogy múzeumba jutott, így a nagy közönség számára is el tud jutni, úgy nem csak birtoklás szempontjából, hanem az információ is, ami mögötte van. A pénzérmék összértéke körülbelül 3 ökör árával egyezett meg a maga idejében, ami jelentős értéket képviselt, mondja Ódor János Gábor. A feldolgozás után egy kamara kiállítás nyílik majd várhatóan jövő májusban, melynek keretében a megtaláló is elnyeri méltó jutalmát.